Ereki Károly munkásságának egy részét mutatjuk be, elsősorban, mint a biotechnológia atyát, és mint azt az embert, aki 100 évre előre megjósolta, hogy milyen lesz a mezőgazdasági termelés, illetve a mezőgazdasági termelék viselkedése, hozzáállása az összefogáshoz, a duális birtokstruktúrához, a felsőoktatáshoz, illetve a fehérje növényhiányhoz. 10 évvel ezelőtt létrehoztunk egy alapítványt, fölismerve Ereki Károly korszakalkotó, tudományteremtő, ipart teremtő elfelejtett munkáit. Most az alapítvány fő célja az volt, hogy ezt megismerjük, tanulmányozzuk az eredeti forrásokat, és ezt közönség számára hozzáférhetővé tesszük. Hát ennek a folyamatnak vagyunk az első komolyabb lépése időszakában, amikor a gazdasági és vidékfejlesztési kar munkatársaival összefogva elkészítettük ezt a könyvet, megkaptuk a támogatást a kulturális alaptól, úgyhogy ez a két forrás, ugye a kar, mint pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült könyvformájába önteni ezt a munkát. Ez egy úttörő munka, ilyen nem volt még. Nem tudták, hogy biotechnológiának története van, és egy személyhez köthető. Robert Budnak a nagy alkotása, hogy ez bebizonyította, hogy van egy ilyen történet, csak nem tudta az igazi történet lényegét, hogy mikor és hogyan született pontosan. Hogyan vezethető le a szellemi vonulat a munkánkat. Most ezeket kutattuk ki, és rájöttünk, hogy egy döbbenetes, egyedülálló történetben van dolgunk. Az a döbbenetes, hogy mennyire ugyanazokkal a problémákkal küzdünk most, mint Ereki Károly idejében, és az nagyon lényeges azt látni, hogy az igazán kiemelkedő tehetségek, a zsenik még az utókor számára is nagyon fontos üzenettel tudnak szolgálni. Ugye a biotechnológia az egyrészt egy kicsit felkapott divatos terület, de ugyanakkor nagyon sok kritika és nagyon sok probléma kapcsolódik jelenleg éppen Magyarországon vagy az Európai Unióban a biotechnológiai kutatással kapcsolatosan. Erekinek is már kellett foglalkozni azzal a problémával, hogy hogyan lehet a növekvő népességet élelemmel ellátni. A biotechnológia szerepe ebbe kulcsfontosságú, és ugyanakkor azt is látni kell, hogy a biotechnológiának a géntechnológiai és a rekombináns DNS módszerekkel kapcsolatos eredményei meghatározók. A mezőgazdasági biotechnológiával kapcsolatosan ugye ismerjük a magyar nagyon ellentmondásos és a világ tendenciákkal szembe menő politikai, kormányzati állásfoglalást, nevezetesen mi elutasítjuk azokat a növényeket, állatokat, amelyeket géntechnológiával nemesítettek. Ugye, mint kutatóknak kötelességünk felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy elhibázott irány, és tulajdonképpen mi ehhez használjuk Ereki örökségét.